tradicionális görög táncokat tanulhattak azok, akik ellátogattak a görög hagyományőrző táncházba, amit a Szent Hedvig leánykollégiumban tartottak. Milliosz Nikolett, az EGRI görög önkormányzat képviselője elmondta, a görög táncok erőssége, hogy közösségépítőek és ösztönzik az embereket a mozgásra, hiszen vidám zenékre, egyszerű lépésekből állnak össze a körtáncok, melyek között azért akad izgalmasabb koreográfia is. Görög hagyományőrző táncházat tartunk, illetve a Görögök Magyarországon című interaktív előadást és vetélkedőt. Az első ugye adja magát, különböző tájegységekről fogunk görög táncokat tanulni, ismételni, aki már tudja, aki nem, most fog megismerkedni ezekkel a táncokkal. Mindig ügyelünk arra, hogy autentikus táncokat mutassunk be, tehát amelyek létező görög táncok, mindenféle hozzáadott motivumtól, lépéstől, forgástól, stb. Mentesen. Nikolett hozzátette, senkit se tartson vissza az, hogy úgy gondolja, nem tud táncolni. A táncházban a legapróbb lépésektől indul az oktatás, és a körtáncoknak köszönhetően nincs gond, ha valaki egyedül érkezik. A lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, hiszen ez az igazi görög életérzés. A táncház után interaktív előadást és vetélkedőt tartottak, ahol az érdeklődők megtudhatták, hogyan kerültek görögök Magyarországra, és hogyan ápolják a hagyományaikat.